Sok szeretettel üdvözlök mindenkit! A mai témánk a kritikusok kritizálása, vagy a bloggerek térgyerése a magyar futballban címet viseli. Ferenci Attila játékeimet kutató és fejlesztő vagyok, csapjunk bele! Ne feledd, mi azért vagyunk, hogy a magyar futball ne dühítő, hanem üdítő legyen, már pedig a bloggerek térgyerése a magyar labdarúgásban üdítő is egy üde színfolt, hiszen új tudást hoznak be a rendszerbe, és áttransformálják, esetleg az eddigi meglévő tudásunkat. Látogasd meg futballtrainer.hu per kredit oldalunkat, ahol élő vagyont online tanfolyamokat szervezünk, töltünk föl nem sokára, és lehet előfizeti a kurzusokra. Azért, hogy el tudjuk helyezni a bloggereket, a futballról elmélkedők, társaságában, ezért különböző kategóriákat alkotunk meg mi, most ez egy kicsit önkényes, de a lényeg látásához ez elegendő lesz. Labdarúgó tudósítónak nevezzük azt, aki rögzíti a tényeket, ez ilyen óvodás szintű az újságírók körében. Labdarúgó sportújságírónak nevezhetnénk azt, aki leírja, mikor mi történt a pályán, benyomások a hangulatól, érzetek az eredményről, ez az általános iskolai szint lehet. Ezután jönnek a labdarúgó bloggerek, akik leírják, mikor, mi és miért pont az történt a pályán, gyógymódot többnyire nem adnak, új tudást elmoznak létre, fejleszteni nem tudnak, ez a főiskolai szintet jelöli az olvasatunkban. Vannak a labdarúgó szakírók, akik összegző tudást hoznak létre, ez az egyetemi szint, illetve vannak a labdarúgó teoretikusok, filozófiai értelemben gondolkoznak a futballról, új tudást hoznak létre, ez a doktori szint. Tehát kb. így lehetne bekategorizálni a különböző futballgondolkodókat, és majd megpróbáljuk elhelyezni a magyar labdarúgó edzőt, illetve az edzőből lett futballszakértőt, hogy hova helyezkedhet el ebben a hierarchiában. Az alábbiakban fog fölépülni prezentációnk, egy gondolat térképet fogunk bemutatni. A bloggereket futtatjuk külön úton, és az edzőből lett futballszakértőket a másik úton. Biztos föltűnt mindenkinek, hogy a bloggerek sokkal többet beszélnek a mérkőzés elemzések során, illetve sokkal összefüggőbb eh, prezentációt vagy gondolatokat közölnek a hallgatókkal. Milyennek az oka? Ennek megyünk utána. Első körben a futballgondolkodásokat nézzük meg, a két területnek, vagy a két része aminek a bloggereknek és az edzőknek. Megnézzük ennek mi a következménye, kiállítja be a futballgondolkodásukat. A tudás megszerzésének kiinduló pontja a két esetben, az edző és a blogger esetében, illetve a tudás felhasználási területeket is megnézzük, hogy ki hol használja, vagy az iparák hol hasznosítja az ő tudásukat. Első tételben nézzük meg a bloggerek és az edzők, vagy az edzőkből lett szakértőknek a futball gondolkodását. A labdarúgó edzőképző a labdarúgást technikára, taktikára erőlétre hoztja osztja fel. Ezzel a három kategóriába próbálja belesújkolni azokat az információkat, amiket szed a labdarúgásról. A labdarúgó bloggerek esetében teljesen más a helyzet. Ők nem jártak edzőképzőse, az aktuális iskolának a tudása nem befolyásolja az ő gondolkodásukat, ebből kifolyólag az ő gondolkodásuk józan paraszti eszükre hagyatkozik, spontán önszerveződve az egészet látva látják a labdarúgást. Az Olvasd a játékot című könyvben, az alábbiakban épül fel a könyv tartalomjegyzéke, úgy mint ö, taktika játékrendszerek, stílusok, posztok, szerepkörök, fő játékállapotok vagy játékfázisok, támadás, védekezés, illetve ezekből való átmenet, a labdás játékot, támadás és a védekezésre épül fel a könyv további része. A támadáson belüli játékfeladatok, pozíciós játék, hosszú labdás játék, ahogy fölépül a könyv, illetve a védekezéstől veszélyük az emberfogás, területvédekezés, vegyes védekezés, stb. dolgokat. A lényeg a lényeg, hogy ebből látható az a futball gondolkodás mód, amit a két fél képvisel. Haladjunk tovább. Ha le akarjuk egyszerűsíteni, és egy gépkocsi hasonlatot veszünk, akkor az edző részletekben elmerülő. Külön alkatrészeket lát, összefüggésében nem látja a lényeget, még a blogger az egy átfogó képpel rendelkezik, ugyanakkor nincs tudása a részletekről. Tudásdeficit van minden szinten a magyar futballban. Nézzük a feltevéseinket. A magyar futball értelmiségnek amely az edzőképző sportigazgató szakmai bizottságot jelöli, nem tűnik fel, hogy teljesen más lát a futballból a blogger, mint a szakértő. Azt sem tűnik fel, hogy a játékolvasás, ami ennek a könyvnek a címe volt, mint alapvető szakterminológia nem is szerepel az edzőképzésen. Olyan oktatási óra sincs, hogyan nézünk futballmeccset. Azt sem tűnik fel senkinek, hogy az edzőképző alárendeltjének kellene lennie az adat és videó elemző részlegnek, mert az edzőképző futballt leíró játékmodelljének szinkronban kellene lennie az elemző rendszerekkel. Márpedig a Magyar Labdarúgó Szövetségnél az edzőképzőnek mellé az adat és videó elemző részleg, és totálisan máshogy közelíti meg az futballt, mint az edzőképző. Mert ugye ha az edzőképző mit matrász folyamatosan? Kezelt komplexen a futballt, Tektikai elem alkalmazására kell figyelni, vagyis az adat- és videóelemzőnek erre kéne fókuszálnia, hogy a taktikai elem, mondjuk a belső spasszasz sikeres vagy sem. De az ő videó vagy botszertani kérdésről nem erre fókuszál. Hiszen az adat- és videóelemzők azok más által leszűrt adatokat dolgoznak föl, és abból próbálnak valami rendszert vagy trendeket megalkotni. Miután nem egységes az a szakterminológia használat, így önkényesen használja föl az alapfogalmakat gondolati leírása a blogger is, és az edzőképző is. Tehát a szakterminológia nem egységes. Ebből kifejezőleg a taktika, játékrendszer, felállási forma, stílus, játékkoncepció, stb. terminológiákat önkényesen használja mindegyik föl, és értelmezi úgy, ahogy éppen akarja. Nos, ezt a problémát, ezt áthidalja a alapfogalmai első rész és a alapfogalmai kettes rész című könyv, amely két könyv gyakorlatilag nem ABC sorrendben mutatja be a szakterminológiákat, hanem származtatási módszertan alapján mutatja be, milyen szakterminológiából mi jön, tehát mondjuk a játék képből és a játék folyamatból milyen szakterminológiák jönnek létre, és ezeket definiálja funkcionálisan. Tehát egy komplet gondolkodási rendet ad át. Sajnos ez a könyv nem jutott el még se a bloggerekhez, se az edzőképző agyáig, hogy mit kéne csinálni. Hogyan születik a futballblogger? Szereti a focit, de nem érti. Ezért szeretné megérteni. Miután szakkönyvek nincsenek közforgalomban, így az általam forgalmazott szakkönyvek is csak magánforgalomban kaphatók, illetve a közforgalomban lévő szakkönyvek a foci egészével, működésével nem foglalkoznak, valamint minek vegyek szakkönyvet, ha nem vagyok edző, ebből indul ki az ő gondolkodásmódja, és ezért mit csinál? Rámegy az internetre, ingyen van, és elolvassa más szakbloggerek szakcikkeit, és átveszi a külföldi bloggertudást. Tehát nem külföldi szakkönyvet olvas, és gondolkodási rendet vesz át, hanem szakbloggerek szaktudását veszi át a magyar blogger. Tehát valamilyen szinten káros is, hogy ők beszélnek idegen nyelvet, mert ha esetleg a magyar nyelvet beszélnénk csak, akkor a magyar szakidalom felé fordulna, és akkor ezek rájönne, hogy Magyarországon is felelhető komolyabb szaktudás játékelmet oldalról, mint ami külföldön hozzáférhető. Ennek az a következménye, hogy egy átfogó képe lesz a labdarúgásról, és az aktuális oktatási rendszer nem befolyásolja az ő tudását, mint ahogy láthattuk, teljesen mást láttak a futballból a bloggerek, mint a edzőképző. Ennek következménye, hogy a blogger teljesen más mérkőzés ad a televízióban, mint az edzőképző által kiképzett edző. Hogyan születik a tévés szakértő? Van mögötte valamilyen labdarúgó pályafutás, van sok tapasztalata, vagy esetleg egy edzői karrier, edzői végzettséggel. Az edzői kurzuson nem átfogó edzői tudást adnak át, hanem alkatrészekről beszélek, nem összefüggő képről, hanem alkatrészekről. Ennek az lesz a következménye, hogy létrejön az ezerféleképpen gondolkodó magyar edző. Erre, mint a példa, Mátai Péter Debrecen játékosa és válogatott kerettag is volt mondata, amit az egyik Youtube-on felhető videóban mond. Azt mondja, hogy Rengeteg edzőm volt nekem is. Szinte mindegyiktől tanultam jó dolgokat. Én megpróbálom ezeket összegyúrni, és egy jó kombót alkotni a saját gondolatémmal. Vagyis látható, hogy Máté Péter nem tesz más, mint hogy a tapasztalatait próbálja összegezni, vannak gondolatai kiegészíti. De most így kialakul az ezerféleképpen gondolkodó magyar labdarúgó edző, aki mindegyik más lát a labdarúgásból. Na most erre majd mutatunk egy játékjelenetet, hogy hogyan lehet egyetlen egy szituációt ezerféleképpen értelmezni. Máté Péter érzi, hogy az edzőképző tudást ad át, ezért egy új tudásrendszert alkot önmagának, amit természetesen dokumentálni se tud, mert ez az átfogó gondolkodása vagy alkotó képessége nincsen meg, de a fejében van egy tudásrendszer, és ő így fogalmaz, egy jó kombót alkott az ő tudása. Igaz, hogy esetleg ez nem tudom, hogy dolgozhat akadémián, ahol elvileg egy meglévő irányba kellene menni. És úgy látszik, egy külön kombót alkot a akadémián belül. De lehet, hogy ezzel a többi edző is így van, ezért nem is születik jó magyar futbalista. Nézzük Szepesi László bölcseletét. Mindenki annyit lát a futballból, amennyi ismerete van róla. Következőkben nézzünk meg egy szituációt. Szélen történik egy labda kihozatal mélységi kényszerítő átadással, az egyik támadó visszalépésébe, a másik pedig az ő által kiürített térbe fut. Ezt az egyetlen egy szituációt attól függ, hogy mennyi ismeretünk van a futballról, ezerféleképpen lehet értelmezni, és erre mutatunk be most példát. Ha az egyes támadót nézzük, akinek a labda van, az ő nézőpontjából mondhatjuk azt, hogy belsős paszt csinál, pontos pasztad, vagy sikeres pasztad. Rövid pasztad, átlós pasztad. Vagy védővonal pasztad. Ha az egyes támadó viselkedését nézzük, akkor a következő történik passz és beindulás. Vagy labdavonala mögül fut, labdavonala elé. Ha a kettes támadót nézzük, aki éppen a labdát fogja kapni, az, az ő nézőpontjából, ő mandiner játékot játszik, vagy a közelítő játékos megjátszása történik, a távolító játékos, ez jelen esetben a 20-as, illetve a 7-es játékos és közelítő játékos, csak őt nem játszák meg. Ha területnézőpontból terület nézőpontból nézzük, akkor azt látjuk, hogy a passában be bemozgót megjátszák, vagy a szabad ember megjátszása történik, vagy a sebezhető térbe bebozgó játékos megjátszása történik. Ha a működési nézőpontból nézzük, az egyes támadó és a 2 támadó, vagyis a 2-es és a 15-ös játékos viszonylatában, akkor kényszerítő átadás történik. Szerkezet nézőpontból ez egy háromszög játék. Játék nézőpontból ez egy kettő egy helyzet megoldása. A valós leírás egyébként, mint az elején mondta, a történik szélen mélységi kényszerítővel, vagyis a csapat egy kötött játékfeladatot hajt végre a játékhelyzet megoldáson keresztül. Amint látható, egyetlen egy játékjelenet, egyetlen egy játékhelyzet, és ezerféleképpen tudjuk azt az egyetlen egy valamit látni. Na most, amikor 11 játékos összműködését kell megfigyelni, akkor még tovább bonyolódik a helyzet. De jelen esetben ezzel nem foglalkozunk, ezzel csak azt akartam demonstrálni, hogy attól függ, kinek milyen ismerete van a futballról, ennyit lát belőle. Amint az előző jelenetnél láttuk, egy jelenet többfajta leírása. Ennek egyenes következménye, hogy a Barcelona stílust például több nézőpontból lehet leírni. Ha több nézőpontból tudom leírni hogy azt a stílust, akkor többfajta játékszervezéssel tudom azt oktatni. Ha többfajta játékszervezéssel tudom oktatni, akkor többfajta képzési módszertan van egy adott stílus leoktatására. Erre mint a példa a barca játékát leíró három könyvünk, amely a következő: Barca stílus és kombinációs stílus, Barca stílus, Pass and Move stílus és a brazil képzés, Barca brazil játékszervezés. A Barca játékát, mint ahogy mondtam, három különböző féleképpen írom le, három különböző oktatási módszertan van, és ismerem az eredeti negyedik fajtát is, amely területmenedzsmentről szól, és bizton állíthatom, hogy például a Barca brazil játékszervezés az torony magasan a világ legzseniálisabb könyve vagy játékszervezése, úgyhogy ajánlom mindenkinek a figyelmében elolvasásra. Kérdés, hogy hol helyezkedik el a semmit sem publikáló edző, illetve a semmit sem publikáló tévés szakértő. Ugye már beszéltünk az előbb, hogy labdarúgó sportújságíró kettes szint, általános iskola, labdarúgó blogger a hármas szint, főiskolai szint. Az edző szakértő az a kettes és a hármas szint között helyezkedik el. Tudogat is valamit, meg nem is, ez a technikumi szint körülbelül. A tudás megszerzésének a teljesen más a két résztvevőnél. A blogger kiinduló tézése, hogy beszéltünk, az nem ért a futballhoz, ezért tanul, mert szeretné megérteni. Az edzőnek a kiinduló tézése nem ész, hiszen ő futbalista volt, ő ért a futballhoz, ezért nem tanul, mert csak összezavarná más gondolata az ő rendszerezetnek vélt gondolatát. Gondoljunk bele Máté Péter kombó gondolataira. A tudás felhasználásának területe. Az edző... Az edzőképző használja felkészítésnél, képzésnél, egyéni csapatszinten, edzésvezetés, kommunikáció, meccselős csapatjátékánál, stb. stb. ezeken a területeken használják a tudását. A blogger az meg meccs és adatelemzéssel foglalkozik, vagyis a labdarúgásnak elég szűk szegmensével foglalkozik. Nos, eddig a következőkön mentük át, megnéztük a blogger és az edző, futballszakértők gondolkodásmódját összevetettük, láttuk, hogy az egyik a részletekben gondolkozik, a másik az egészet látja. Az edzőnek a gondolkodását megzavarta az edzőképzőnek a futballfelosztása, taktika-taktika erőlét, míg a blogger nem vett részt ebbe az iskolába, az edzőképző iskolába, ezért az aktuális tudás, ez egy áltudás egyébként, nem zavarja az ő gondolkodását, ezért ő egészben látja a labdarúgást. A tudás megszerzések kiinduló pontja az egyik, az abból indul ki, hogy neki fogalma nincs a futballról, ezért tanul, a másiknak meg abból indul ki, hogy futballról mindent tud, ezért nem tanul. A felhasználási területek különbözőek. Most haladjunk további konklúziókat, vonjunk le. Az új tudás létrehozására mindkét résztvevő, az edző és a blogger is alkalmatlan, mert saját gondolatbuborékjában él. Mint ahogy az edző nem nyitott más szaktudásra, úgy a futballblogger sem nyitott más tudásra, hiszen csak a megfigyelő, értékelő és nem a folyamatot irányító szerepkörben tetszeleg. A blogger mások által megalkotott adatokból volt le következtetést. A jó edző, lővel van egy nyilatkozat, aki azt mondja, hogy a szem által levont következtetéseket adatokkal támasztja alá. Tehát ők nem használják az adatelemzők adatait, hanem csak akkor használják az adatelemzők adatait, amikor a játékosnak valami racionális indokot kell mondani a játékával kapcsolatban. És előveszik az adatokat, és akkor látott barátom, az adatok azt mondják, hogy miközben valójában az edző szeme állapította meg a problémát, és csak az adatokkal alátámasztja a mondandóját. Az adatelemző döntően az analizáló gondolkodásból, terminológiából táplálkozik, kép elemzése adatelemző szemüvegen keresztül. Tehát mint hogy korábban elmondtam, ez olyan, mint amikor Leonardo utolsó vacsora című festményedél, azt kezdenénk elemezni, hogy hány kiló zöld és hány kiló piros festék volt benne, az 5 centis ecsetvonásból hány darab volt, és kb. így elemeznénk ezt a játékképet. Tehát analizáló gondolkodásmód terminológiából táplálkozik az adatelemző, amely adatokat a blogger használ föl. Ha úgy tetszik, akkor a játékkép adatképével dolgozik, a játékkép összefüggésképe helyett. Na, értékeljük a bloggereket. A bloggerek több tudást hoztak be a futballiparágba, mint a komplet magyar futballszakma együttvéve. Ebbe beletartozik az MLS edzőképző, beletartozik a szakmai bizottság, az ezer éve az MLS-be aparátusába dolgozó Nyilasi, Rótanta, Geleimre, Dunai 2, és sorolhatnánk azokat a szakembereket, akik amikor nyilatkozni kell, akkor élnek, halnak a magyar futballért, de ha azt mondjuk, hogy valami tudást idézzünk tőlük, hát nem tudunk semmit mondani az égat a világon. Haladjunk tovább bloggerek értékelésében, friss, többnyire blogger tudást hoznak be, amit nem illesztenek a magyar futball tradíció eszperenceréhez, ennek oka, hogy nem ismerik fel magát az eszmerendszert, illetve Nincs meg az az átfogó képességük, hogy ezt az illesztést megtegyék. Következményt, a zavart fokozzák mindenféle jó szándékuk ellenére a magyar labdarúgásban, gátolják a tisztállátást. Hiszen ők sem olvasnak komoly játékelmeti szakkönyveket, hanem maradnak a bloggerek által írt blogger cikkeknél. Külföldi szakanyagimádat sajnos, azt kell, hogy mondjam, és erre majd mutatunk a következő diánál példákat. Térnyerésük a magyar futballban egyébként jogos, mert az MLS-en és a magyar futballon belül a legmagasabb tudásszintet képviselik. Miért is van ez? Mert a szakírókat és a futballteoretikusokat kirekeztik a rendszerből, az MLS irányítói. Tehát valójában ők a legokosabbak a magyar futballban, ezért is kerülnek pozícióban. És egyébként ezt ők is látják valahol, amikor beszélnek a labdarúgásról, hogy többet tudnak, mint a mellettük ülő edző, így az önbizalmuk kellően megnő, és csúnya szó, amit mondok, de most már lassan ott tartjuk, hogy ők fújják a passzát Az új tudás létrehozására nem alkalmasak, mint ahogy mondtam, így a betöltött pozíciók szintje magasabb, mint a mögöttes tudások. Amiről egyébként nem ők tehetnek, hogy őket kiválasztják pozícióba de ettől függetlenül nem árt, ha ezzel tisztában vannak. Nem funkcionális szakterminológiákat behozatalával kárt okoznak, és erre most mutatunk, nézzünk pár példát. First touch, első érintés, ez célirányos labdafogadás egyébként ennek a magyar terminológia, de first touch-ozunk ezerszel, az edző is átveszi ezt a baromságot, Üvölt a játékosnak, te figyelj az első érintésedre, a játékosnak lövése nincs, hogy miről beszél az edző, milyen erős érintés, nem mond számára semmit, ez az instrukció semmit, de ha a célirányos labdafogadásról beszélünk és ennek oktatásáról, akkor már lehet, hogy valami ragad rá. Half-space, hát ennek van nagyon megfelelője, miszerint összekötő terület, és nem félterület, ahogy lefordítják szó szerint, mint a magyar nyelv funkcionálisan gondolkozik, az idegen nyelv nem funkcionális. Az idegen nyelv, az indo-európai nyelv az azt mondja, amit lát, a magyar meg arról beszél, hogy miért azt látja. Ugyanilyen a second ball, második labda, lecsurgó labda megtámadása, Figyelj, a második labdára üvölt az edző, de valójában, hogy mit fed, hogy fed, semmi, fogalma nincsen de a, közbeszéde benne van. Third man pass. Harmadik ember megjátszása. Erre is lennének magyar terminológiák, hiszen a harmadik ember megjátszása az egy olyan mintázat, aminek vannak, vannak nevei a magyar futballban. Úgy, mint például a hármas kényszerítő. Háromszögező játék. Rombusz játék. Vagy négyszögező játék. Ezek mind hár, hármas, vagy harmadik ember megjátszásának minősül, semmit nem mond, de, 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 jól hangzik a, a, az idegen nyelvet használó bloggerek részéről. Res defense, maradék védő, visszamaradó védő, vagy valami ilyesmi. Ennek is van magyar megfelelője, támadás, védekedés, egyensúlyi helyzetének föntartása, de, de, de folyamatosan res defense amikor előadást tart mondjuk a bloggerek valamelyike a magyar futballban. Például itt van a jó példa, ezt nem a, nem a bloggerek hozták be ezt a terminológiát, de például egy rossz, rossz terminológia, milyen kárt okoz a magyar futballnak. Amikor a területvédekezés elkezdett elterjedni Nyugat-Európába, akkor mezei doktor, angol nyelvtudása okán, olvasott angol szakanyagot, line, line defenzív vonalvédekezésnek fordította le, azt, amit egyébként átlós védekezés négyes láncokkal írnánk le funkcionálisan, vagyis totálisan más nevet adott neki, ebből kifőleg a magyar edző kb. 15 év késéssel hozta, hozta be a területvédekezést Magyarországra, mert azt mondta, hogy nem védekezek vonalba, hiszen nincs mélységi biztosítást. tehát, tehát a terminológia kárt okoz a magyar szakmának, hiszen 15-20 év a lemaradásunk a üzemi tapasztalatok területén, területvédekezés területén. A másik ilyen új terminológia a túltöltés, hát semmi túltöltés nincsen, hanem gyakorlatilag labdához pozícionált játékot játszik egy csapat, amelynek eredménye az, hogy a labda környezetében létszámfölét hoznak létre, a másik oldalon értemszed létszám hiány keletkezik, de hát a nyugat-európai szaktermék túltöltésnek hívja, ahelyett, hogy a mögöttes gondolatot esetleg közölni a blogger a hallgatójával, vagy olvasójával pozíciós támadásnak apostrofálják a Nyugat-Európában a Barcona játékát, miközben valójában az tempó támadás. A pozíciós játék az egy tartó játék, amikor pozícióról pozícióra, pozícióra posztról posztra megy a játék. A tempó támadás az teljesen más kávéház, és Nyugat-Európában már van olyan szakíró, aki rájött, hogy, ő, hogy a pozíciós támadás az valójában nem az, amiről beszélünk, ott funkcionális támadásnak hívják ezt, ahol játékszerepeken keresztül oktatják a labdarúgást, például Brazíliában, ahol azt mondják, minden játékhelyzet megoldása ugyanaz, mert egy játékosnál van a labda, egy kapja, egy attól kap, és onnantól kezdve ezek a szerepek ispétlődnek, Tehát a játékosnak gyakorlatilag három játék kell tudnia, az egyes támadó, a kettes támadó és a hármas támadó szerepkörét. Ezt leírom a Brazil képzés Barcelona Brazil játékszervezés című könyvemben. La pauza, ez az újabb baromság, ez gyakorlatilag tempófogást jelent. Ha tempótámadást játszom, annak a célja a tempófogás, amikor a Bocsánat, amikor az ellenfél védelme beavatkozásra alkalmatlan állapotba kerül ez a tempófogás, és nem lapauza, és átveszük a hülyeséget kívülről. Na most nézzük, hogy a magyar edzői garditúra milyen, milyen szellemi töltette rendelkezik. 2008-as foci elbét azt Ausztriába tartották meg, és a Magyar Labdarúgó Szövetség azért, hogy fejlesz a magyar futballt, ingyen jegyeket osztogatott az éledzőinknek. Az életzőink kimentek Ausztriába, és az volt a feladatuk, hogy a tapasztalatokat hozzák haza és osszák meg. Na most ezek után 2008 végén egy konferencia volt a testnevelési egyetemen, ahol a moderátor Urbányi Pista barátunk próbálta a Bicskei által föltett kérdést, mi szerint a tapasztalatokat szedjük össze. Tehát próbált nyomást gyakorolni a Urbányi Pista a hallgatókra, és a következő tapasztalatok szűrődtek le, és a kedves olvasó, ne higgye, hogy viccelek, ott voltam, tehát hallottam. Tehát, ha valaki hülyeséget tud mondani a futballról, hát ez a magyar szakban. Most nézzük a baromságok csúcsait. A labda gömbölyű. Nincs abszolút match favorit. Micsoda megállapítás. Tehát ezért kimentek, és a magyar edzők ezt látták. Jön a következő megállapítás. A meccs 90 percig tart. Bármi megtörténhet. Nézzük a következőt. A foci ma már üzlet. Ez a Váridi Pétertől származik konkrétan, ott az előadáson ezt, a bölcseltet hozta, és, ezt látták a magyar edzők. Tehát őrület van, hogy mi van ebbe, milyen butaság van a magyar futballba, és még volt egy nagy okosságuk, nincs kis csapat, nincs nagy csapat. Nincs előre lefutott mérkőzés. Tehát körülbelül ez a négy gondolat volt, amit össze tudtak rakni, de mondom, ez is kínok kínjával született meg, mert önmagától senki nem mondott, mert tudta, hogy hülyeséget fog mondani, de aki fölvállalta a hülyeséget, hát ezt a négy gondolatot próbálta kiötleni. Ez körülbelül egy, egy órás terminus után történt meg, mert Urbányi Pistalnak ez a négy gondolatot sikerült kiszedni egy óra alatt körülbelül. Hát körülbelül a magyar edzők ennyit láttak a labdarúgásból, de ne is csodálkozzunk, hogy olyan szinten állunk, mint ahogy állunk. Tehát még arra is alkalmatlan a magyar edző, hogy amikor néz egy mérkőzést, akkor 90 perc után valami értelmes szakvéleményt alkosod. De a legszebb az, amikor például Nyilasi Tibor, amikor volt egy csapat, megállapítja, hogy a védő távol volt a támadótól. Tehát körülbelül az utolsó momentumát látja az egész támadásnak. Hát előadásunk végére értünk, ne feledd, mi azért vagyunk magyar Futban ne dühítő, hanem üdítő legyen. Már pedig a bloggerek térnyelés a magyar futballban egyik oldalról üdítő, a másik oldalról kárt okozó. Most a Olvasd a játékot című könyv, mert nem akarok elmerülni, hogy abban milyen baklövések vannak, de, de sajnos azt kell, hogy mondjam, a zavart fokozzák a pozitív ténykedésükkel együtt. Látogass meg futballtrénet.hu per kredit oldalunkat, ahol online és élő tanfolyamokat szervezünk. Illetve a, nem sokára rakunk föl, mindjárt meg is mondom, folyamatban a labdarúgó képzésből online oktatóanyagot, amelyre erről lehet fizetni. Fontos, hogy tilos jelen prezentációt vagy annak részét a szerzőírás engedély nélkül bármilyen formában vagy eszközzel reprodukálni, terjeszteni, oktatási célokra fölhasználni. Iratkozz föl csatornánkra, úgy gondolod, hogy tanultál valamit az előadásból, akkor az alábbi bankszámra számon támogas tudást megosztó munkánkat. Látogass a futballtrend.hu oldalon, rakunk föl friss szakcikkeket, és a futballszakkönyv.hu oldalon találkozol az általunk fontosnak tartott labdarúgó szakadjagokkal. És köszönöm a figyelmedet, iratkozzál föl, lájkoljál minket, hogy a Google jobban promotálja a munkánkat, illetve a komment szekcióba írd le véleményed, ha van valami. Találkozunk a következő videóban. Viszlát!